Az összművészeti előadás műhely munkajellegű próba folyamatot igényelt. Az alkotók egy része először próbálta ki magát ilyen produkcióban. Az érdekesség ennek, hogy ugye nincs szövegkönyv, nincs az, hogy bejöttünk és elkezdtünk valami alapján dolgozni, hanem először nyilván rengeteg kutatás, elkezdtünk improvizálni, mondjuk elolvastunk egy verset, annak egy-két versszakáról csináltunk egy gyakorlatot, és akkor ezeket fölvettük, utána ezeket elemeztük a videókat, és akkor nyilván most leegyszerűsítve mondjuk egy 20 perces videóból csináltunk egy 2 perces koreográfiát, nyilván a szüzséjét ezeknek a gyakorlatoknak ugye Kinga megnézte, és utána átbeszéltük, és akkor ezekből gyúrtuk össze a koreográfiákat, a jeleneteket, a kis pillanatokat, képeket, amiket láthatunk az előadásban. Mezei Kinga a darab rendezője Vajdaság egyik legerőteljesebb költőjének tartja Sziveri Jánost. Az évekkel ezelőtti Szelídítések című előadásában Sziveri alanyi költészetével foglalkozott, most azonban más szempontból közelítette meg a verseit. Újra és újra megtalálnak ezek a versek, és amikor újra szembe jöttek velem, akkor egy teljesen más oldala kezdett el érdekelni, vagy hogy mondjam, motoszkálni bennem, és ez pedig a szimpózion korszak utáni versei, tehát amikor a szimpóziumos botrány megtörtént vele az utáni, tehát akkor a költészetében egy elég erőteljes váltás történik, és olyan sorokat ír le, ami a mai napig végtelenül aktuális, és abba élünk, amit leír. A rendező hozzátette, hogy mivel Sziveri János és Benes József jó barátok voltak, és művészetük is számtalan motívumban összecseng, egyértelmű volt számára, hogy kettejük munkásságából merít ihletet a darabhoz.